sportosat. Híradónk vendége Jenei Sándor, a Gödöllő labdarúgó csapatának vezető edzője, az Újpest egykori játékosa. Szervusz, üdvözöllek! Ez az Újpest szempontjából nézve érdekes hétvége volt, mert ugye egyszer játszott ugye az Újpest, ugye a Mezőkövesd ellen, a Weber és Szlezák Zoli, de ugyanakkor a megye egyben is volt egy érdekes meccs, Csomád Gödöllő kispadon, vezető edzőként ugye Jenei Sándor, illetve Urbán Flórián. Tehát itt is ugye újpestiek találkoztak egymással szemben. Ki húzta a rövidebbet? Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Hál' Istennek a Flóri húzta a rövidebbet. Hát ott meg azt mondom, hogy az Újpest mérkőzésen, amelyen szinten ugye szurkoltam a Weber Gyuriéknak, ugye hát pillanatnyilag ők közelebb állnak hozzám, mint a mostani Újpest, de bár ott azon a de hát oldalon, ott van egy Kozma, sőt, Proki is ott van most, nem beszélnek róla, de ugye taktikai vezetőként működik ott a háttérben. Így van, hát tehát én már nagyon örülnék, hogy végre egy olyan csapatunk lenne Újpesten, hogy tehát ott lennénk az elsők között, azt mondom, az első ötbe. Bár most azt mondom, hogy most így ezzel a győzelemmel kicsit úgy följebb zárkóztunk, de hát ugye... A Fradi csak egy ponta van az Újpest előtt. Igen. Akitől ugye mindenki azt várja, hogy megnyeri a bajnokságot, és jövőre a BL főtábláról felüt, mert ugye hát ez az elvárás, ugye hát van is ott játékos állomány, van is pénz, meg lesznek is támogatók, nagy komoly támogatók, tehát ott ugye ez a cél, és ehhez képest ugye a Balajca még ugye bajnokság elején temette az Újpestet, és most mindössze egy pont a különbség a Fradi és az Újpest között. Hát ez így van. Szóval, tehát ahhoz képest, amit ugye a Fraditól elvárnak, hogy tehát jó erősítettek mindenki, gyakorlatilag már majdnem, hogy kikiabált őket bajnoknak, úgyhogy még úgy nem ment le egy mérkőzés sem. Most ahhoz képest, hogy az Újpest nem is nagyon erősített, talán 2-3 játékos jött olyan, aki egyelőre, tehát a sötét ló talán egyetlen a Akjópéra. Hát valahogy dicsérte, akik utóbbi egy-két hétbe kerültek Újpestre, hogy vagy lehet, hogy kellett dicsérni, mert hogy jobb lett a mondjuk helyzet. Lehetséges, hogy dicsérnie kellett, mert mondjuk az a szezon előtti nyilatkozata azért szerintem elég sok embert megbotránkoztatott. Szóval, hát így érezte, hát most... Hát lehet így érezni, de most akkor sem biztos, hogy nyilatkozok egy olyat, ahol játszom meg, ahol azért valamilyen szinten megbecsülünk, meg olyan nézők állnak, akik élnek, halnak az Újpestért, hogy most kieső jelölt az Újpest, szóval akkor sem biztos, hogy hát a mi időnkben biztos, hogy nem nyilatkozott volna ilyet senki. Aha. Jó, nagyokat ugrottunk, ugorjunk vissza legelejére. Csomád Gödöllő ugye 1-3, egy Csomád volt a pályaválasztó, Urbán Flória a másik kispadon. Milyen volt a hangulat kettőtök között? Beszélgettetek? Hát persze, beszélgettünk a mérkőzés előtt, hogy mi újság, tehát inkább ilyen magán problémákról, vagyis hát igazából magánügyekről beszélgettünk. Nem tudom, tehát úgy mérkőzésen a játékról, a taktikáról nem nagyon szoktunk beszélni, gondolom ő sem mondaná el most milyen... Mérkőzés végén meg nehéz volt vele, gondolom, szót váltani. Nem, tehát ott is azért pár szót váltottunk, egy kicsit ugye jobban neheztelt a csapatára, mérgesebb volt, tehát természetesen ellenkező esetben valószínű, hogy én sem lettem volna annyira, úgymond, mosolygós. Hát nem volt megelégedve a csapatával, tehát ezt tudtomra is adta. Egy kicsit ugye hevemensen, de mondom, tehát ellenkező esetben én is valószínűleg, hogy így reagáltam volna le, de hát Flóri, tudjuk, hogy ő egy ilyen habitusú. Igen. Mint játékos, ilyen edzőként is szereti a kemény focit, alázatos, és ezt el is vár a játékosaitól. Gödöllő ugye két meccs, két győzelem, csak éppen a Vác van előttetek, ugye? Ez így van, de pont mondtam a srácokkal beszélgetni. Egy Csank János által irányított Vác. Hát így van. Tehát az megy egybe, azért nem piskóta emberek ülnek a kispadon.
Igen, azért azt mondom, hogy tehát vannak proliszenses edzők is, és azt mondom, hogy most elég nagyot is erősödött a megye, meg hát ugye az összes bajnokság. Úgy érzem, hogy tehát a nagyobb szakembereknek úgymond nem nagyon szégyen leülni akár a megye egyes padra is. Azt mondom, hogy sokkal úgymond elittebb lett ez a megye egy, úgyhogy én úgy érzem, hogy egy kicsit most följebb ugrott talán a színvonala is. Akkor ezt már korábban is meg lehetett volna lépni, ezt a szűkítést? Biztos, hogy meg lehetett, bár ugye sokan panaszkodnak, főleg az NB3-as csapatok, hogy valakinek borzalmas távokat kell megtenni, szóval ilyen 300-400 kilométerek, és hát egy-két csapat szerintem ebbe biztos, hogy belerakkan? Belefog, szerintem. Hát tudom, hogy megy egybe akkor. Szóval akkor jól megy egyelőre a csapatodnak, akkor a megy egybe. Így van, nagyon örülök neki. Úgy indultunk, ahogy gyakorlatilag befejeztük a szezont. Játékosaim azt mondom, hogy ugyanúgy állnak hozzá. Egy fiatal, agilis csapat, két-három játékossal kiegészítve öregekkel, aki mondjuk azért megjárták az NB1-et, van egy Bence Zsolt, egy Kun Gyuri és egy Sipeki Attila, egy kapusunk, aki azért rutinos. Tehát ők képviselik a rutin, tehát ez a egyveleg a 40 és a 20 év közötti, de mondom, hogy nagyon jó nézni a srácokat, hogy imádnak edzeni, tehát jó az összhang, az öregek egy kicsit úgymond lögdösik őket, de nem kell, mert úgy érzem, hogy most ez a csapat egy ilyen sikerre éhes csapat, és azt mondom, hogy nincs olyan kitűzött célunk, hogy nyerjünk meg a bajnokságot, legyünk ott, játszunk, aztán, hogy mi lesz ebből, de tehát arra nekünk pillanatnyilag nincs olyan anyagi keretünk, hogy mi most NB3-ba fölmenjünk. Bár azt mondom, hogy a város megérdemelni, most ismételten elkezdtek visszajönni a szurkolók, elkezdtek járni a meccsünkre, és nagyon jó visszhangot hallok, hogy ismét érdemes Gödöllői meccsre. Jó a szurkolói visszajelzés akkor. Így van. Megyeri út, Újpest Mezőkövesd 6-1. Mi történt az Újpesttel? Először azt nézzük meg. Hát így elsőre megtáltosodott. Tehát bár az első ugye a gól után, még a mezők, amit rúgottak Mezőkövesd, azért még utána volt egy-két úgymond veszélyes szituációjuk. Lehet, hogyha mondjuk 2-0, azért nem biztos meg, hogyha hát ott, mint amit a Weber Gyuri barátom is lereagált, hogyha a fél időben azért nem 2-1 a helyzet, akkor nem biztos, hogy tehát így alakult, tehát ekkora különbséggel, bár amit utána elismert, hogy még ez az eredmény is reális, sőt, még lehet, hogy tízesbe is bele tudtak volna ugrani. Egy edző mit mondhat olyankor a játékosoknak, amikor úgy érzi, mint hogy Weber is érezte, hogy ez súlyos megaláztatás volt? Tehát ő így érezte. Ilyenkor egy edző mit tud kezdeni a játékosokkal? Most megbünteti őket, vagy kihagyja őket következő mérkőzéseken? Hát az igazság, hogy ebben a helyzetben, tehát nehéz, tehát attól az egyesületben, ahol én elértem de nem kis célokat, meg imádom az egyesületet, és attól kapni egy olyan pofont, ami ugye hát joggal elvárta a csapatától, hogy jobban kiálljanak. Ráadásul 5-6 játékos volt a keretben, aki Újpesten valamilyen szinten megfordult. Tehát azt mondom, hogy egy kicsit azért több talán önbecsüléssel akkor kellett volna pályára. Tulajdonképpen kis újságírói túlzással az Újpest a kis Újpesttel találkozott? Hát mondjuk igen, mert azért úgy veszük, hogy hát az edzői stábot is beleszámoljuk, akkor gyakorlatilag majdnem 7-8 ember volt valamilyen Újpest kötődésű. Biztos, hogy hát edzői szemmel most azt tudja csinálni a Gyuri, de hát nem hiszem, hogy neki kell bármilyen úgymond segítséget nyújtani. Szerintem helyre fogja őket rakni.
ez a meccs már lefutott, tehát ez minél hamarabb meglátásom szerint, ahogy tudják, az minél hamarabb el kell felejteni, aztán igen, futbol. Csak ugye azt mondod, hogy helyre rakja a fiúkat. Mindenki azt hitte, hogy a rosszul sikerült villanyfényes pálya avatón ugye kikaptak, hogy akkor azután majd rendet tesz a fejekben. Nem tudott. Tehát most ez már a második olyan szituáció Zsinórban, ami egy kicsit kellemetlen. Ugye a pálya ünnepet ugye elrontották. Igen, igen. Hát az kellemetlenebb ereség volt szerintem, mint az Újpest. Mert... Jó, csak ugye azután sem tudott ugye rendet tenni a fejekbe, legalábbis ez a 6-1 azt tükrözi. Igen. Na most akkor marad a kérdés, hogy akkor ezek után mihez tud nyúlni? Biztos, hogy biztos vagyok a Gyuri habitusát ismerve, illetve... Nem lehet, hogy már ez sok? Mert hallottam olyat, hogy idő után azért váltottak edzőt, olyan habitusú volt, mint a Weber, és direkt egy ellenkező habitussal rendelkezőt hoztak oda, és azt tudta a csapatot kirántani. Tehát mindenkinek megvan maga egyéni stílusa, és néha így ezzel lehet játszani, mert idő után már sok. Ha állandóan versz valakit, előbb-utóbb az már belefásul, és nem fog rá reagálni. Szerintem ő nem olyan. Tehát ő tudja, mikor lehet ütni a csapatot, mikor lehet dicsérni. Most több, mint valószínű, hogy tehát az, ami kifelé elhangzik, nem biztos, hogy ugyanazon az öltözőben. Tehát én azt mondom, hogy tehát most, hogyha úgy nézzük a régi csapatét, tehát a Pápa, aki ugye őt leváltották, jött helyett egy másik, jobb csapat nem lett? Igen. Sőt, azt mondom, hogy tehát majdnem, hogy vele érték el azokat a legjobb eredményeket, és én azt mondom, hogy továbbra is meg fogja oldani ezt a helyzetet, hát, nem féltem. Hát igen, mert most ugye olyan mérkőzés jön, amit ha nem tud, akkor már nincs mit megmagyarázni, ugyanis most szombaton otthon játszanak, és a Puskás Akadémiával játszanak. Tehát ha most nem tudnak nyerni, akkor onnantól kezdve már nagyon nehéz lesz a bizonyítványt megmagyarázni. Hát ez a mérkőzés, ez az, ami most gyakorlatilag nem is azt mondom, hogy bennmaradást dönti el, mert azért rengeteg forduló van hátra, de ez egy nagyon fontos. Tehát hogyha most nem nyernek, már pedig azt mondom, hogy a Puskás Akadémiánál... Utolsó pillanatban nagyon beleerősítettek. Igen, tehát nem lesz könnyű. Épp lehet, hogy ebből lesz a meglepetés. Lehet, hogy ez lesz a meglepetés, hogy simán fognak nyerni. Hozni. Uh-huh. Na ez érdekes mérkőzés lesz. Ezeknek a dolgoknak a függvényében, amiket elmondtunk, egy mezőkövest Puskás Akadémiában. Igen, hát mind a kettőnek létkérdés, mert ugye hát... Most jelen pillanatban elnézést a csapatoktól, kiesési rangadó. Így van. Tehát igen. Sok minden el fog dőlni ezen a mérkőzésen, bár azt mondom, hogy tehát egyelőre még korán beszélni erről, de sokat fog számítani. Az utóbbi időben sokszor láttuk, akik úgy kezdtek, a sajnos úgy is fejezték be a bajnokságot, tehát a statisztika ezt mutatja. Így van. Ezért érdekes, hogy mi lesz a Kaposvárral, ha azt mondják, hogy semmi gond, nem esnek pánikba, továbbra is keményen edzenek, és tudják azt, hogy... De ők is most már hozzátették, amit előbb mondtam, hogy 5 forduló mégis elment. És még nem álltak föl. Hát én ott inkább nagyobb problémát látok a Kaposvárnál. Tehát amint láttam, tehát mindig volt nekik valahonnan hozni embereket, most úgy érzem, hogy nem sikerült nekik az erősítés, illetve tehát most vagy az átigazolási szezonból nem jöttek most azok az emberek, akiket ugye ők szoktak hozni. Hát én úgy érzem, hogy most elég nagy bajban van a Kaposvár. Szóval itt már az is felvetődhet, hogy egy-két mérkőzés lemegy és nincs eredmény, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy már Prukner. Pruknert nem hiszem. Lehet, hogy tévedek, de helyi kötődése miatt, tehát ő ott egy, hát, ha lehet ilyet mondani, ő egy ikon. Igen, talán ő több türelmet fog kapni, mint mondjuk egy idegen menne oda, de szóval egy idő után, tehát ott is el idő fog után fogni. Muszáj valamit lépni, persze. Hát ha még az utolsó most lehet, hogy nem is, hogy váltásként, tehát hogy azt mondják, hogy leváltják, hanem azt mondják, hogy
kinevezik szakmaigazgatónak, és oda tesznek. De van, valami felügyeli továbbra is a szakmát. Másik nagy gólos, több gólos mérkőzés az a Debrecen-Ferencváros mérkőzés volt. Ugye 4-1-re nyert a Debrecen. Mi történt a Fradival? A Fradi edzője azt mondta, hogy visszaestünk oda, ahonnan hónapokkal ezelőtt elindultunk. Ez egy edzőnek mindenféleképpen nagy pofon, ráadásul ugye eddig nem lehetett lát, mert azt mondom, hogy a Fradi azért tetszetősen játszott, azért a Holman, tehát berakták gyakorlatilag egy ismeretlen fiatal embert, és azt mondom, hogy sziporkázott, gyakorlatilag ő vitte a Fradit, a semmiből jött, beigazoltak, iszonyúan beigazoltak, és kapnak egy négyest egy Debrecentől, aki azt mondom, hogy stabil csapat. De nem az, aki most sziporkázik. Pontosan nem az a játékerőt képvisel, ami azt mondom, hogy most ekkora különbséggel nyerni tudott a Debrecen. Tehát nekem számomra is ez egy kicsit olyan meglepő volt ez az eredmény, hogy tehát ennyire sima lett. Nem baj, Ferencváros most otthon a Kecskemét ellen javíthat, és akkor talán elfelejtik a szurkolók. Az se egy lefutott mérkőzés. Az se egy lefutott. Bár azt mondom, hogy azért otthoni környezetben, hát már mint otthoni ugye a stadion, akkor illik. Legalább egy gól különbséggel, de illik azt. Tehát ha megnézzük, hogy erősítettek, mennyi pénzből, igen. Tehát azért ez a minimum, hogy otthon mindenféleképpen begyűjtik a 3 pontot. Tehát ha valami célok vannak, hát igen, már igen. Pedig amit hallottuk, hogy a BL-be szeretnének szerepelni, akkor meg tehát könyörtelünk, hát be kell gyűjteni a pontokat. Győr videóton az egy papírforma, várható döntetlen mérkőzés volt? Most ahogy a Győr kezdte ezt a bajnokságot, szerintem nagyobb esélye volt a Vidinek a győzelme. Uh-huh. Én így elsőre, tehát amikor vezetett a Győr 1-0-ra, abban biztos voltam, hogy egyenlíteni fog a Vidi. Még azt mondom, hogy majdnem, hogy azt mondtam, hogy talán még be is fogják húzni a 3 pontot, ugye jó szériában vannak, és hát úgy érzem, hogy a kerete inkább játékosabb volt, tehát azt mondom, hogy stabilabb, uh-huh. Tehát jobbnak érzem a fehérvári keretet, mint a győrit. Mi történt a Győrrel? Ha történt ott egyáltalán valami? Ugye mindenki találgat, van, aki azt mondja, hogy megviselte őket a nemzetközi kupa, kudarc, de hát ugye azt is hozzátették, hogy már azóta eltelt jó pár hét, jó pár forduló. Hát mindenféleképpen megviselhette őket, már mondom, tehát aki ebbe a futballba érintett, többek között engem is azért valamilyen szinten, hát úgymond meglepetés volt, hogy az összes magyar csapat kihullott a nemzetközi porondról. Szóval jó, de látod, a Debrecen meg 4-1-re megverte a Fradit. Pedig ők is otthon égtek, mert ugye kint Norvégiában még jól álltak, ugye X-re álltak, tehát... Hát azt mondom, tehát itt most a nemzetközi porondon borzalmasan szerepeltünk. Ez a Győr... De ez kiadhat a Győr játékára? Biztos, hogy kiadhat ez is. Kiadhat, mert ugye hát beerősítettek, innen-onnan vásároltak, tehát nem azért vásároltak, mert ugye magyar bajnokságra összpontosítottak, mert azt mondom, hogy tehát azzal a kerettel ugyanúgy szerintem ott lesznek, sőt azt mondom, most is ott lesznek az első 3-4 között, tehát az biztos, hogy ott lesznek. Lehet, hogy most egy kicsit későn ér, de most már azért, ha visszanézünk, nagyon sok lehetőségük nincs innentől, már el kellene kezdeniük fölzárkózni, mert akármilyen jó csapat, ugyanúgy a de hát minden sorozat megszakad, és ugye igaza volt a Diózsőr edzőjének, aki ugye ezt mondta, és úgy ment ugye pápára, mert azt mondta, hogy pápa túlnyerte magát, és előbb-utóbb ez a sorozat megszakad, és igazza lett, hogy öngóllal is ugye nyert a Diózsőr, ugye? Igen. Ugyanúgy a Győr szempontjából is ez a negatív sorozat előbb-utóbb meg fog szakadni, mert ez nem rossz a Győr, és az edzője sem rossz. Pár percünk maradt még, ezt áldozzuk a labdarúgó válogatottra, már csak azért is, mert ma ugye kihirdették a keretet. Okay.
Ugye 6-án, szeptember 6-án Romániában játszunk, 10-én meg ugye majd itthon fogunk játszani az észtekkel. Juhász Roland térdsérülése miatt kimaradt a válogatottból. Ugye Győr ellen mérkőzésen sérült meg. Hát szerintem nagy veszteség a válogatott számára, főleg úgy, hogy most már, ahogy láttam, azért kezdte visszanyerni a formáját, lendületes volt, gólokat rugott, hát ő biztos, hogy egy olyan pont, és ráadásul, tehát ő mentálisan is azért sokat tud lendíteni belülről. Hát öreg utűnös Ronka már azért azt így van. Tehát ő biztos, hogy hiányozni fog. Lipták Zoltánt hívta be helyére Egervári Sándor. Azt mondom, a Liptár Zoli is meg tudja oldani a feladatot, de azért az egy Juhász Rolandot azért biztosabb pontnak gondolok, de szerintem nem hiszem, hogy probléma lenne ebből. Azt mondják sokan, hogy a mai keret kihirdetése után igazából ugye két érdekes pont volt, ez egyik, hogy Juhász Roland ugye nem tudja szallag sérülései miatt vállalni, másik az, hogy újra bekerült Németh Krisztián a válogatottba. A híreket csak így hallottam, hogy most ugye állítólag játszik a csapatába, gólokat rúg, most azt mondom, hogy a négy csatárból a Böde, a Szalai Ádám, a Szabics Imre, meg a Németh Krisztián közül, hát talán azt mondom, hogy neki van talán a legkevesebb esélye arra, hogy kezdőként játszani. Padon ott lesz lehet, de... Ott lesz, bár én azt mondom, hogy ne legyen igazam, és kezdjen, és végre játszunk egy olyan támadó futballt, ahol a románokat rúgunk nekik egy hármast a fél időben, és aztán pedig csak... Kit tennél be a négyből csatárnak, két csatárnak? Két csatárnak. Mindenféleképpen a Szalai Ádámot, azt mondom, hogy most jó tett neki ez az átigazolás, jó erőbe érzem. Most hétvégén is. Hétvégén is gólt rúgott. Így van. Hát, Böde? Talán Böde, igen, mert ők ketten, tehát csörtetek, kellemetlenek, harapnak, rúgnak, vágnak. Csak mennyire értik meg egymást? Hát igen, itt meg ugye a másik, viszont a Szabics Imrét meg jó futballista, de viszont őt ki kell szolgálni. Na most itt ez a kérdés, hogy ki az, aki tudja szolgálni. Legfeljebb a középpályáról? Hát az középpályáról. Most én nem, de hát azért itt egy pont egy olyan játékos kellene, mint a Huszti Szabolcs. Aki most továbbra már... sincs. Hát így van, továbbra sincs, és azt mondom, tehát pillanatnyilag szerintem a Magyarország top 3 futballistájában benne van. Sőt, tehát az egyik legjobb futballista pillanatnyilag a formája alapján. Úgyhogy kiadott egy fél évet sérülése, és megint úgy tért vissza, mint ami sem történt volna. Zsuzsák ugye kort lőtt. Igen. Ugye egy pontot ért, nem hármat, de gólt lőtt. Egy gól már azt jelenti, hogy már vissza belelendült valaki? Mert most ugye megint úgy jöttek arra a cikkek, meg a címek, hogy Zsuzsák újra csúcsformában. Én a válogatott alapján, amit láttam, tehát jó, nagy kedvel játszott, most tetszett, agilis volt, gyakorlatilag akkor verte meg a védőt, amikor akarta. Tehát most nagyon tetszett a játéka. Úgy érzem, hogy most megint föllendülőben van. Hát én bízom benne, tehát egy jó Zsuzsák mindenféleképpen kell ennek a válogatottnak. De akkor most azt mondod, röviden időnk sem lejárt, hogy akkor elképzelhet, hogy jó formában lévő Zsuzsák fog szeptember 6-án a románok ellen pályára lépni. Én legalábbis úgy érzem meg. Meglátásom szerint ő az, aki olyan formában van, aki mindenféleképpen játszani kell ezen a mérkőzésen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszöntem én is. További sportosat.